2014-es megalakulása óta kiváló eredményeket ért el a NAGESZ, hiszen a szervezet munkája 150 millió forint megtakarítást továbbá a kötelező feladatok ellátása mellett több mint 100 millió forint vállalkozási bevételt is eredményezett az önkormányzatnak. A minél komplexebb és nagyobb létszámú szakembergárda megteremtése érdekében azonban elkerülhetetlenné vált a beolvadás. A humán erőforrás tekintetében fontossá vált, hogy most ismét központosítsunk. A karbantartói részleg április 1 a vagyongazdálkodási ZRT-nek lesz a része. Továbbra is ellátjuk azokat az intézményi karbantartási feladatokat, amit eddig. Így például a zöldábor felújítási, karbantartási feladatát is ellátjuk. A változás mintegy 40 dolgozót érint, de a NAGESZ kori munkatársai folytatják munkájukat. Az átalakulás a karbantartási munkálatokban sem okozott fennakadást. A karbantartások, illetve a hiberhárítások folyamatosan megtörténnek. Nem lesz kiesés a cégváltásból adódóan a karbantartások elvégzésében. Most is folyamatosan dolgoznak a kollégák, ami a műszaki csoportot illeti. A, ezzel párhuzamosan próbáljuk beintegrálni a már meglevő ö, cégbe, a cég ö, struktúrájába, illetve a vállalati kultúrát ö, egyesíteni a két cégnek. Az átalakulás június 30 án zárul véglegesen.